Sziasztok, Szandra vagyok. Az a vicc, hogy amikor felvetem ezt... Felvetem. Ok. Ó! Oh! Sziasztok, Szandra vagyok. Az a vicces, hogy amikor felveszem ezt a videót, akkor kb. A szikráját nem látom a nyárnak, mert hogy be van borulva, mindjárt esni fog az eső, és nincs is túl meleg. De remélhetőleg idén sem fog elmaradni a nyár, úgyhogy ebben a videóban néhány olyan terméket szeretnék mutatni nektek, amik szerintem főként nyáron lehetnek nagyon hasznosak. Lesz köztük pár olyan termék, ami hát tulajdonképpen ilyen kis hack, mármint nem a hal, hanem olyan kozmetikum, ami egy-egy adott problémára kínál megoldást elég hatékonyan. De nem is húzom tovább az időt, hanem vágjunk bele, mert lehet, hogy kicsit most ködös az, amiről eddig beszéltem, de hogyha elkezdem mutogatni a termékeket, akkor szerintem érteni fogjátok. Léci, ne játszatok ivós játékot, és ne egyetok minden egyes alkalommal, amikor elhangzik a termék szó, mert szerintem eddig is levelem már 5-ször elmondtam. De az első termék, amit mutatni fogok, az azoknak jöhet jól, akiknek összeér a combjuk, és kidörzsölődik, hogyha mondjuk szoknyát vesznek fel. Ez a probléma engem is érint, mert hogy viszonylag széles combjaim vannak, és többek között emiatt sem nagyon szerettem szoknyát hordani, de szerencsére most már van egy szuper kis ellenszere ennek a problémának, mégpedig ez a Skin Slick bőrkidörzsölődés elleni spray. Ezt a Liluland webshopból tudjátok egyébként megrendelni, és hát ennek nagyon egyszerű a használata. Odafújod az érintett területre, jelen esetben én ugye a combjaimnak a belső részére, és ez megakadályozza, hogy összedörzsülődjenek, mert egy ilyen, hát nem is tudom milyen anyaggal vonja be a bőrödet, és ennek köszönhetően ilyen szépen így elcsúszik egymáson a két bőr felett, vagy nem is tudom, szerintem értitek, hogy mire való ez. És tényleg nagyon hatékony, szóval akit érint ez a probléma, annak nagyon tudom ezt ajánlani. Tudom, hogy vannak, akiknek beválik a hintőpor, vagy a stiftes dezodor, illetve lehet most már kapni ilyen combpántokat, vagy nem tudom, hogy minek hívják ezt. Tudjátok, olyan, mint a combfixnek a teteje, egy ilyen gumis valami, amit felhúzol a combodra, és akkor az is tulajdonképpen megakadályoz, hogy összedörzsülődjenek a combjaid. De megmondom őszintén, hogy én nem akarok ilyen plusz rétegeket magamra húzni nyáron, mikor amúgy is baromi melegen van. Szóval én ezt tudom ajánlani erre a problémára. És a következő stift az amúgy hasonló célt szolgál, csak ezt inkább a lábon érdemes alkalmazni. Ez a Compede, hát ez is tulajdonképpen ilyen bőrkidörzsülődés elleni stick, csak hát ezt arra találták ki, hogyha nyáron ugye mezítláb veszel fel egy cipőt vagy egy szandált és kidörzsöli a bőrödet, akkor hogyha ezzel bekened előtte mondjuk a sarkadat, vagy a lábfejedet, vagy a lábujjadat, akkor nem fogja kidörzsölni a cipő a lábadat, ennyire egyszerű, és tényleg működik, én már nem tudom hányat elhasználtam ebből. Ez is egy ilyen csúszós, szilikonos anyaggal vonja be a bőrödet, és ennek köszönhetően akadályozza meg a kidörzsölődést. Ezt a Müllerben lehet kapni, viszont szezonális termék, tehát nem tudom, egy-két hónappal ezelőtt még nem volt, viszont én egy hete láttam megint a Monparkban lévő Müllerben, úgyhogy ott keressétek, vagy hogyha ott esetleg nem találjátok, vagy nincs Müller a közeletekben, akkor webshopokban is meg tudjátok rendelni, és tényleg ez is nagyon jó cucc. Most pedig térjünk rá a hajunkra, mármint hogy az enyémről most inkább ne beszéljünk, mert hát így elkezdett önálló életet élni, ráadásul ahogy felvettem ezt a fehér pólót, ilyen fehér szöszök hullottak belőle a hajamba, na mindegy, szóval hagyjuk. Amiről most beszélni szeretnék, azok a babahajak. Tudjátok, hogy ez a probléma engem igencsak érint, vagy hát nem tudom, hogy mennyire lehet problémának nevezni, mert nyilván örülök, hogy nő a hajam, és jönnek új hajszálak. De hát amikor nyáron összefogom konyba meg cokba a hajamat, akkor nekem, akinek hullámosak is ráadásul a babahajai, és így ilyen koronát alkot, vagy gyakorlatilag kiállnak a fejemből, hát eléggé viccesen nézek ki. És nekem ez a fogkefére hajlakot, meg zselézzük le, meg nem tudom én milyen praktikák nem váltak be. Viszont most már lehet kapni olyan spirálokat tulajdonképpen, amik hát arra szolgálnak, hogy ezeket a babahajakat így letapasszák. Kettőt is lehet most már kapni, az egyik az a Baleának a Styling Finishing Stick nevű kis spirálja, a másik pedig a Schwarzkopf Got To Be Bye Bye Flyaways. Na most a kettő nagyon hasonló,
de azt kell mondanom, hogy ez egy kicsit jobb, és ez amiatt van, mert más a keféje ennek a két spirálnak. A Schwarzkopfnak ilyen szilikonos keféje van, amin sűrűbben vannak a szálak, a Balázsnak pedig ilyen hagyományos szőrkeféje van, és ott ilyen spirális alakban mennek a szálak. És én azt vettem észre, hogy a Schwarzkopf azért jobban oda tudja tapasztani, főleg ezeket a hullámos babahajakat. Szóval akinek nem annyira durván rakoncátlanak a babahajai, annak szerintem elég ez a Balázs, akinek viszont makacsabbak és ellenállóbbak, azoknak szerintem lehet, hogy érdemesebb inkább ezt a Gattobyt megvenni. A fő különbség a kettő között egyébként az ára, mert hogy ez a Balázs szerintem körülbelül fele annyiba kerül, mint a Schwarzkopf, és jelentős árkülönbségről beszélünk, tehát nem 500 forintról, hanem talán 1000, de nem akarok hülyeséget mondani, mert ezeket nem mostanában vettem, de az biztos, hogy ez olcsó, ez viszont egy icipicivel jobb szerintem. Maradjunk akkor a hajnál. Én hát most már nem csak nyáron, hanem néha télen is levegőn szoktam megszárítani a hajamat. Ugye nekem alapvetően hullámos hajam van, és ha levegőn szárítom meg a hajamat, akkor általában olyan termékeket teszek a hajamra, amik kiemelik ezt a természetes hullámosságát. Úgyhogy a most következő két terméket is azoknak tudom ajánlani, akiknek hullámos vagy göndör a haja, mert egyenes haja, nem tudom, hogy ezek csinálnak-e valamit. A Trezem Botanic termékcsaládjának két termékéről van szó. Az egyik az az Air Dry Smoothing Spray, tehát ez kifejezetten arra van, hogyha levegőn szeretnéd megszárítani a hajadat, akkor a törölköző száraz hajadra fújsz belőle, és ez segít, hogy ne kócolódjon össze a hajad, illetve hát így kiemeli a természetes hullámosságát. És ez, amit most láttok, ez a haj, ezzel készült, ez már egy harmadik napos haj, tehát kétszer aludtam már vele. Tudom, hogy azért ez így most már nem az igazi, mert kezdenek már kicsit elfáradni a hullámok, meg kezd olyan állapotba kerülni a hajam, amit már össze kell fogni, de azért még mindig látszódnak a hullámok, és ez most ennek a terméknek köszönhető. És amikor pedig szeretném, hogy még definiáltabbak legyenek a hullámaim, és még tartósabbak, akkor ebből a Curl Conditioning Mousse-ból is szoktam tenni a hajamra. Ezt is lehet használni akkor, hogyha levegőn szeretnéd megszárítani, de ezt lehet amúgy is. Egyikben sincsen alkohol, illetve színezékek, ami szerintem tök jó. Szóval, ha nektek is ilyen természetesen hullámos vagy göndörhajatok van, akkor szerintem ezeket érdemes lehet kipróbálni nyáron. Jöjjön néhány illat, egészen pontosan testpermet, mert hogy szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki nyáron nem bírja ezeket a nagyon intenzív parfümöket. Nem tudom, valahogy a nagy melegben így besokallok ezektől a nagyon erős illatoktól, úgyhogy nyáron inkább ilyen lightosabb illatokat vagy testpermeteket szoktam használni. Ez a három, ez még tavalyról maradt meg, és mindhárom a The Body Shop-tól van. Én nagyon szeretem a márkának a testpermeteit, mert hogy ezeknek nem ilyen műgyümölcs, meg művirág illata van, hanem tényleg ilyen frissítő, lédús, isteni, édes, virágos, hát ki milyen illatot szeret és választ. Szóval tényleg nagyon kellemes illatuk van. Az első az a Clementine and Starfruit Hair and Body Mist, tehát ezt hajra is lehet fújni. Ennek valóban kicsit ilyen mandarin illata van, de nem mondanám, hogy túl uralja. Inkább egy ilyen édeskés, gyümölcsös illatnak mondanám, és ezt nagyon szerettem, ez már csak félig van. A másik az szerintem nem kapható, mert ez egy tavalyi kollekció volt, ezért megmutatom, ez a Cool Daisy hidratáló testpermet. Viszont ez a moringás testpermet, ez állandó termék. Aki régóta követ, az talán emlékszik rá, hogy nekem a The Body Shop-tól a moringás termékcsalád az egyik kedvencem, mert ez egy ilyen mézes, virágos, isteni finom illat, szóval, hogy ezt amikor megérzem, egyszerűen így mindig azt érzem, hogy úristen, de jó. Tényleg annyira finom, hogy Szóval igen, hogyha ti sem bírjátok a nagyon erős illatokat nyáron, akkor jó szívvel tudom ajánlani a The Body Shop testpermeteket. Kis millióféle illatban kapható, szóval szerintem tényleg mindenki talál olyat, ami tetszik neki. És végül, de nem utolsó sorban jöjjön egy sminktermék is, ami egyébként szintén a Body Shop-nak az egyik terméke, ez a Coconut Bronze Glistening Glow Powder, ami hivatalosan egy ilyen,
highlighter bronzosító duó, de amit láthatjátok, a bronzosító se annyira nagyon sötét benne. Én főként úgy szoktam használni, hogy összekeverem a két színt, és akkor mehet belőle az arccsontra, de lehet használni akár szemhéjpúderként is, külön-külön a két színt vagy összekeverve. Illetve hát nyáron, amikor ugye több szabad bőrfelület látszódik, mert nem takarja el ruha, akkor szerintem egy nagyobb ecsettel nyugodtan lehet tenni akár a vállakra is, vagy a kulcscsontra, esetleg a dekoltázsra, mert annyira szép fénye van, annyira gyönyörűen kiemeli így a domborulatokat. Nem az a brutális highlighter, ami így a holdról is világít, viszont hogyha fényesik rá, akkor nagyon gyönyörűen megcsillan. Szóval ez egy ilyen kis természetes, finom napcsókolta hatást ad. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek és hasznos volt. Hogyha igen, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok rá egy lájkot, illetve hogyha ti esetleg tudtok ajánlani valamilyen olyan terméket, ami nektek nagyon hasznos a nyári hónapokban, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!